Sziasztok, Daniboy 98 vagyok, és ebben a videóban a T67-tel fogunk megnézni tankász meccset. A pálya Windstorm, normál csata, és hát egész jó a csapat, 63%-unk van a győzelemre. És Attila barátommal játszottam szakaszban, ahogy láthatjátok. És a T67-ről azt kell tudni, hogy ez egy amerikai Tier 5-ös páncélvadász, és igazából nem páncélvadász szerepet tölt be a játékban igazából, ha valaki jól használja, hanem ilyen mediumos, lightos, ilyen flankelgetős játékstílus, de lehet vele sznájpolni is jól, nem pontos az ágyúja, és nagyon nagy a DPM-e, a percenként leadott sebzése, de 2,8 másodperc alatt tölt, és még nem is teljesen fullos a legénységem. És ugye használok rajta egy töltésgyorsítót, egy periszkópot és egy álcahálót, és hát igazából a periszkóp vagy álcaháló helyett lehet felrakni egy célzás gyorsítót, de nem biztos, hogy megéri, mert 1,7 a célzás ideje így is célzás gyorsító nélkül. És ezen a pályán ide szoktam bejönni középre mindig közepes tankkal, és igazából, hogyha ilyen kevesen mennek, ahogy láthatjátok a minimapen a csapatunk, ból kevés tank megy a városba, akkor érdemes ide középre bemenni inkább, mert az ellenség akkor lerassolhatott a városban is, az nem valami jó. És most ide beálltam középre, ugye a periszkóp aktiválódott, így egész nagy a látótávolság 5. szinthez képest, de itt most éppen nem akar semmi átmenni középen. Ott egy csinu, itt megjelent, és gondoltam, hogy be kéne flankelni és hátulról szétszedni. De felnézek, hát ott szoktak kempelni, lövök pár blind shotot, vaklövést ugye, de most nincs ott senki. És meg is indulok előre. Ugye még egy PZ 4H, PZ SFL 4C, Stuk 3 és egy Alektó nem volt felszpotolva, a többi tank mind fel volt spotolva már legalább egyszer. És a Stuk is felszpotolódott. Itt véletlen belelőttem a házba. És ott az Alektó, le van láncolva, és elkezdem osztani, ugye nagyon gyorsan tölt az ágyú, nem probléma egy ilyen Alektó, és elég jó ez a gun így Tier 5-ben, 128 átütés, 115 sebzés, 76 millis ágyú, ugye a Gold Ammójának 177 átütés, ez már mindenre elég Tier 7-ben is, 115 sebzés, és ugye, amit mondottam, gyorsan célozás, elég fontos is. Itt a Chinu, hátulról elkezdem lőni, lövök neki egy láncot, de már fordul át. Kap még egyet a seggébe is. És meglő egyszer, elmisszelem, de ez már nem segít rajta, és meghalt. Ugye a Chinu ez ilyen 4 másodperc körül tölt, úgyhogy esélye nincs egy T-67 ellen, még ha kevesebb HP-ja van a T-67-nek úgysem. És igen, a HP még nagy probléma ezzel a tankkal, hogyha így közel harcolunk, mert 360 HP igazából semmire nem elég. Ilyen kávé egy ugye 160 az átlagsebzése, az egyszer-kétszer meglő, akkor már harmadikat nem bírtok ki tőle. Itt egy VK és ugye medes taktika, mögéjük kell kerülni és innen osztani őket. PZ-36-ról valahogy lepattantam, nem baj, végül eloptam. Ott a VK, Attila rálő egyet trollágyú el, de csak 60-at sebez, viszont én szépen ugye a gyors újratöltéssel megölöm. Hát kaptam egyet a VK-tól, és ugye 89 HP maradt, most már nem nagyon kéne rassolni. Csak beállni valóban sznájpolni így csata végére, igazából úgy kell. Van 4 killem, 1003 sebzésem, és igazából láthatjátok, ez már majdnem unikum. Itt a VN8, jobb felső sarokban, 2233 VN8, és igen, ez hát sokan emlegetik a Tier 5 statpadder tankjának, magyarul nagyon jól lehet vele statut húzni, ugye VN8-at növelni, mert nagyon jó az ágyúja, nagyon mozgékony tank, és könnyű vele sokat sebezni, hogyha jól használja az ember, és ért az ilyen közepes tankokhoz. Itt a KV-1. Erre nem számított, hogy én itt mögé kerülök, és ki is szedtem. Stug arra menekül, oda föl, föl akar oda jutni a dombra szerintem, hogy onnan lövöldözzön, majd egy kicsit elkezdem lőni, másodikat elmisszelem,
Igen, fel is jutott a dombra sajnos, és hát az ott elég baj lesz, ha ott megáll. Hát jó, ugye Stubbnak jó kamója van, és onnan még tud párat lőni. Megjelent a Churchill full HP-n, oldalát mutatja, és ugye ezt könnyedén beviszem. De visszahúzódik a Churchill, megjelenik a Stug, és Attilára ráment a Churchill egy. Plusz még a Stug felülről lövi Attilát. Igen, most kapott egyet a Stugtól. Viszont Attila befejezi a Churchill egyet, és a Stug kiszedte Attilát. Easy 3 osztja szépen a Stugot. 65 HP-n ott maradt. De le is szedte. És maradt egy Matilda 4. És hát arra számítok, hogy erre fog jönni. Így mögé szeretnék kerülni. Ugye itt arra gondoltam, hogy de megállok, és akkor periszkóppal megpróbálom kiszpotolni. Hát ha itt van itt a parton. Óvatosan kinézek. Ugye már csak egy lövés vagyok neki. De sajnos nem itt van, és fordulok át rögtön. Jó mozgékonyságnak köszönhetően könnyedén odaérek, gyorsan. És hátulról majd tudom lőni a Matilda 4-et. És amúgy az újratöltéséhez képest a T67-ben elég kevés lőszer van. Már csak 20 darab maradt. Fordul át rá a Matilda 4, ezért visszahúzódok egy kicsit. Nem szeretném, hogyha kilőne. Próbálok egy snapshotot leadni rá, de nem sikerül, nagyon mellé megy. És átfordul, de látom, hogy jön a Churchill, és meg fogja kerülni, és akkor arra számítok, hogy majd átfordul a Churchill a Matilda. Azért betöltöm biztonság kedvére a Gold Ammo-t, mert ugye Top Gun forog kockán, és falon keresztül meglövöm automata célzásra. Ládok rá gyorsan egy lövést, de lepattan, ugye a tornyát találta, az meg elég kemény. És megy a PZS-e fel, adott neki egyet, és elloptam a Matildát. 71 HP-ről. És ennyi lett volna ez a csata. Ugye megkaptam erre a tankász kitüntetést, aminek nagyon örültem, mert eddig nem sikerült megszerezni vele, pedig már azért párat mentem ezzel a tankkal. És szerintem ez egy nagyon használható kis TD. Nem tudok igazából hátrányt mondani azon kívül, hogy kevés HP-ja van. Nagyon élvezetes fel a játék, és végül majdnem 2000 sebzés lett. Ugye ez 6000 V8-at adott. És hát ennyi lett volna ez a csata. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot. Lájkoljátok a Facebook oldalamat, amit megtaláltok a leírásban. És iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm a figyelmet, Daniboy98 voltam, sziasztok!